Come on! Szasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai streamen! Csácsú, mint csácsokorád, és csőtészta, üdvözlök mindenkit a mai estén! Folytatom a Weekend League-et, a hétvégi Weekend League-et. Csináltam egy petitet. 10 meccsel. Első két meccsen sajnos elvesztettem, már elkezdtem a Weekend League-et. Premier Pick'em Silver 1-es Angel Pepe-jé volt, 8-7-es ratingi játékos, ami van 50k körül van, és még nyitottam még egy Inform Vardy-t is, Jamie Vardy, szerintem ő is egy olyan 50k untradeable játékos. Hát csapassuk. Szerbusz Árpika, üdvözöllek téged is a mai streamen. Jó a hang, jó a kép, minden rendben van. Szasztrájkó, szervusz Máté barátom, ha Volke helyett megcsinálnád egy Hirdint, akkor készen a full untradeable speciális csapat. Hajrá Tomasz, köszönöm szépen Strájkó. Ki csinálja meg Jedlint? Jedlint csinálja meg Walker helyett. Ha Walker kb. 50k, hát meg tudnám csinálni Jedlint. Össze kéne hasonlítani Jedlinnel, hogy mennyire jó statisztikája Jedlinnek, jobb, mint Walkernek. Nem biztos, hogy jobb, mint Walker amúgy. Jaj, már megy a meccs. Jaj. Meg se néztem, milyen ellenfelem. Van Grimaldója. Oblak a kapus. Köszi Máté! Sajnos az első két meccset elvesztettem, úgyhogy... Itt egy Rashford fejes! Hello Aaron, üdvözlök téged is a mai estén! Szép estét kívánok mindenkinek! A rövidre a speciális fejes gól, úgy látom, még mindig működik. Rashford góljával... Ű, micsoda fejes gól! Ha! 1-0! Szevasz Botikám, üdvözlök téged is a mai streamen. Lukás szerzett labdát. Gyerünk! Lesen volt. Kapus lehajol. Lehet, nem tudom. Elég érdekes gól volt azért. Majd visszanézzük a meccs után. Kíváncsi vagyok. Patrick bácsi keveri a zsugát. Kipróbál itt a labdát szeret, nem tudom ki az ellenfél, de elég gyengusza. Lukasz, Oblak védett. Kontrára figyelni. Ki kéne nyitni Ronaldot, vagy jó, de jó lenne, hallod? Nem fájna a fejem, Seedorfot. Ja, Seedorfot már kész van 85-ös ratingi... Les? Nincs les? De les. Azt is megcsináltam közbe. Csak mondom, srácok, úgyhogy... Elég jó fejlődik a csapatom. Nem tudom, Kompanyt láttátok el már.
Flashback Company, itt van-e. Előző hétvégén is vele játszottam. Most lett meg, nem? Ja. Itt a... micsoda támadás volt. Egy hajszállam maradt a Rashford. Van Dijk, hát ez a 92-es Van Dijk, hát... nagyon brutális. Úgyhogy ez a heti fejlődésem, jött egy Petit. Sajnos. Hát nem sajnos, mert örülök neki azért. Luis Suárez. Pepe az elég jója. Én valami jósan, és Pepe milyen? Pepe még nem használtam. Szuperszárnak használom majd. Ha nagyon, nagyon gáz van, akkor fogom majd főzni. Még nem használtam Pepét. Egy-egy sajnos. Malcolm. Nagyságba kártya, ez milyen kártya? Milyen lövés volt ez? Szép gól. Bíró is futball, nagyon jó. Ó, Black már megint. Domestic man of the match. Oké. Okay. Köszi Máté a segítséget. Milyen érdekes neve van. Na jó lesz Kovácsics. Még egy ilyen gól? Próbáljuk meg. Meg nem olyan jó a védelme. Ez meg kimegy. Ah. Üdvözlöm a 7. nézőmet, szasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai estét. A kapufa. Nagyon jó. Már hanyadik kapufát lenne. Zoplák mit véd, gyerekek? Hihetetlen. Hihetetlen, miket véd ez a zoblák. Előbbi kapusbak biztos most meccsen most visszaadja, hogy ilyeneket véd. Lesz. Ha nem igaz, már megint Aubameyang mindig lesre megy. Széljetetlen. Abu bácsi, a párduc, a fekete párduc. Ez nem... Fél idő?
fél idő, half time. Na, üdvözlöm mindenki, 5 nézemet, szasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai streamen. Minden oké, és minden rendben van. Öt like, köszönöm szépen a like-okat, srácok, szasztok srácok. Üdvözlök mindenkit a mai streamen. Peti itt jön föl. Szabó Tomi, igen, köszi. Szervusz Tomikám, üdvözöllek téged is a mai streamen. Na. Akkor kipróbáljuk az ikon Petitet. Remélem, hogy segíteni fogja a támadásaimat. Köszönöm szépen a lájkokat. Öt néző jelen pillanatban. Szép jösset kívánok mindenkinek. Oj, nem is került az elevés. Ej, ez csúnya volt, szabadrugás. Belecsapunk a lecsóba. És akkor ott az második gól, sajnos 2-1. Promesse! Fut. Igen, az fut Champions kártya. Hát, hogy föl kéne mondani Pepét azt. Kipróbálni, hogy milyen. De rossz volt az a passz. Egy hiba és már gól is. Sajnos nagyon... Nem sajnos, hát FIFA-nak az a lényeg, hogy nagyon kell figyelni. Petit le sem volt sajnos már megint. Nem nagyon lehet itt hibázni. Zárnak. Hát Carvajal lefejelte a labdát. Balázs FIFA. Szia Balázs! Üdvözöllek téged is a mai streamen. De elég voltál itt te is. Moderátor barátom Balázskám. Ezer éve nem láttalak. Nagyon jó. Kapufa jó van. Micsoda mentés volt. Nem tudok kijönni a félpályáról. Szóval hihetetlen. Ez egy jó passz Hazárnak. Muszáj egy kicsit megnyomni. Szarabi a labdával. Úgy is van, Kompany, gyerünk. Szevasz Levi, üdvözöllek téged is a mai streamben. Ott van Rashford! 2-2. Micsoda befejezés, gyönyörű gól. Fölnyomtam ultra hard aktakra és... Ekkora gól. 2-2. Üdvözlök mindenkit a mai estén, szasztok srácok! Oblak ezt már nem védhette.
Mit ne nyomjak le? Mit ne nyomjak el? Szóval nem értettem. Ne nyomd el. Sziasztok. Mit ne nyomjak el? Levente. Miért nyomjam el a ismétlést? Ezt most nem értem. Nem lőttem még olyan gólt, amit leírtál. Nem nyomom meg a... Új, miért nyomnám el a gólt? Hát. Nem lőttem még olyan szuper gólt. Hopp, egy kis... Ezt hiszem, ezt tudják, hogy delay. Mikor játékosok megmerevednek, utána fölgyorsul az egész játék. Sajnos ez EA szerver hiba. Elég gáz. Szevasz Gergő, téged is üdvözöllek a mai streamen. Szöglet. Gyere, s meg kell. Jó van. Ujj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 
főhozta. Offside, jó van. Gyerünk Rashford. Így, de jó lett volna, nem blokkolják a lövést. Na, 2x15 perc hosszabbítás. Itt a kapura lövések aránya, 14 és 17 a javamra. Elég jó a félidejű statisztika. 52%-os a passzolásom. Hát a statisztika mellettem szól. Egyelőre döntetlenre állunk, 2-2. Pepét föl ki. Meg volt már 3 cserém. Nem csak 2. Na, kipróbáljuk Pepét. Lucas Moura helyett Pepé jön. Super szabnak kipróbáljuk. Mit hoz a csapatba? Ó, mekkora indítás. Nincs les. 3-2. 3-2, gyerekek. Rashford kiugratásával megszereztük a vezetést. 3-2. Gyönyörű passz volt. Petit. Ekkora paszt kapott Rashford.
Gyönyörű bombagól. Feljétek a lájkot, aki még tetted, iratkozzon föl a csatornámra. És most rányomjuk az Ultra Def-et. Tudom, nem jó taktika, de muszáj. Nem áll, nem áll, ja nincs! Ja nincs, kezdésből! Ez a kick-off glitch. Nyaki Williams kiegyenlített sajnos. Egyszer nem hiszem el, nem hiszem el. Jó, akkor megint visszanyomjuk balanszra. Sajnos, megint nyílt a harc. Egyszer nem hiszem el ezeket a kick-off glitcheket. Itt vagyunk heten, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai estén. Még nem sokkal fifázunk már itt a YouTube-on, na de helyzet. Na, gyerünk. Hazard bácsi. Nem sikerült a kontra. Ki ez? Nyaki? De lesz, jó van. Annyivel lesen volt Williams. Rám azt mondom, nem tud átmenni a bumerang sajnos. Promesz bács. Nem á. Nem á. Nem á. Hú. 4-3. Ha! Ilyen gól. Sajnos 4-3. Már lehet, hogy az benn volt, mikor kiütöttem a gólba. Ugye? Ugye? Ugye Strelko papi? Ilyen nincs, akkor megfogom a labdát, nem? Megfogom a labdát, nem? Nem kiütöm a gólvonalról, hanem pont megfogom, és akkor kész, és akkor nem gól, és akkor kapusé a labda. Na mindegy. Ez tök tizé gáz volt ez a gól. Nem baj. Áú! Grashford nagyon szépen ki lett ugratva. Hihetetlen. Érik a negyedik amúgy.
Ott van! Ott van! 4-4. Igen. Yes, yes, yes. Nem hagyom magam. Hazard bácsi megoldja mindig a problémát. Ebből tízik lesznek szerintem. Ha csak nem, találok még egy gólt. Nem áll, nem áll. Fú, ez a Luis Suarez, egyszer nem hiszem el. Ne állítsd már meg, öreg! Ilyen nincsen. 5-4. Pá! Gondolom cserélni fog, húzza az időt. Hát, én kész vagyok ettől a weekendtől. Egyszer 9 gól egy meccsen. Nem tudom, mit csináltak már megint. De... Ma mindjárt visszanézzük amúgy a gólokat. Az összes gólt vissza fogom nézni, és kielemezzük. Van egy percem, hogy kiegyenlítsek, hát... Megpróbálok kezdésből, hát ha valamit össze tudok hozni. Hát innen ugye elvesztettem a labdát, jó, kész. Rashford a meccs legjobbja, elkéri a labdát, 3 góllal. Jó meccs volt azért, 5-4-re győzött az ellenfél sajnos. Itt te mondja, érdekes meccs volt. Remélem vissza tudjuk nézni a legszebb gólokat. 67. perc, ez egy Rashford gól. Gyönyörű gól volt tulajdonképpen. Káprázatos paszt kap Rashfordnak ki kapásból. Hát ez vétetetlen. 92. perc. Kiugratás Petit. Gyönyörűen emeli Rashfordhoz a labdát. Védelmet szinte átemelt a... Óriási paszt kapott Rashford. Aki tökéletes befejező játékos a FIFA 19-ben. Melyik volt az Iñaki Williams gól? Volt az, ami olyan érdekes volt? Nem. Nem ez. Malcolm gólja volt az? Igen. Malcolm gólja. Most ezt akartam megnézni, hogy ben volt-e a labda, vagy nem. Amikor kiütötte a kapus a labdát. Itt a kapus és a védő. Már ez gól volt sajnos. Mert teljesen átment a labda vonalon. Teljes termedelmével, de én nem fogtam meg a kapusom a labdát. Ez jó kérdés. És pont odaütötte a másik játékos elé a labdát. Ezt így potyagol. 117. perc, itt már nagyon nyomtam, ugye. Itt lett 4-4 Hazard góljával, de sajnos az 5-2 bevárta Luis Suarez. Lefordulás itt középen, itt tökéletlenkedett a védőm is. Nem mertem bántani Suarez-t, mert akkor 11-es lett volna, úgyhogy 5-4-re vitt a meccset sajnos. Hát ez az első meccs. Most ez már a harmadik meccsem, még rankom nincsen. Remélem, hogy meg lesz az a Silver 1. Amúgy előző héten is elértem a Silver 1 rangot, úgyhogy keményen küzdök azért, hogy legalább a Silver 1 meglegyen.
4-1-2-1-4-1-3-2-es felállás, 4-1-2-1-2, 4-1-3-2-ben most ebbe a felállásba tolom. Aki még nem látta volna, Kompany levőd át a csapatba, elég jó statisztikái vannak, 93-as, 94-en defending. Na, egy fél perc szünet, addig keresek valami zenét. Visszanéztem a gólt, gólokat visszanéztük. 5 órája tolt föl valamit. I'm in from Brunan. Egy fél perc szünet már. Ki kell mennem a... Ez pont elég 3 perc. Kis zene. Mindjárt jövök, egy pillanat. Vagyok újból, jó srácok, megjöttem. Szevasz Lószi, üdvözöllek téged is a mai streamen. Sokáshoz zene. Na, mást is kéne tolni le. Lássuk a fitness-t a csapaton. Tökéletes.
Köszönöm érte. Azt akarom kérdezni, itt vagytok öten. Mi van akkor, hogyha belépek ugye a saját csatornámra, YouTube-ot, és csak egy fehér kép jön be, nem jön be a stream. Azt látom, hogy mit írtok, és egy fehér kép van. De úgy más élő közvetítésnél is ez van. Mi van akkor? Tudtok erről valamit? Hiányomkodom a F5-öt, a frissítést. Nem jön be a saját streamem, nem tudom nézni, hogy milyen a képminőség. Strejko, Lószi, Gergő, valaki tud erről nekem valami információval szolgáltatni, vagyis már csak hárman vagyunk itt. Na, 184-es rétingű az ellenfem, talán le tudom győzni. Kicsit erősebb a csapatom. Ott a Mandy. Jó a közép és hátvéd. És ott a Mandy és Kompany. Az igen. 1-0. Ezt gyorsan bekaptuk. Lekezett. Jó volt a csávó. Úgyhogy tök fehér kép van. Amúgy. Azért kérdeztem, hogy jó-e a streamme. Nem hiszem el, hogy... És nem éri el Kompany. Jesus 2, azt hittem. Nem írtok semmit ezzel kapcsolatban, nem tudtok erről van. Üdvözlöm a negyedik nézőmet is, szevasz, szép jó estét kívánok neked. Szevasztok srácok. Nem szólt sokáig cipelni a labdát. Lukasz besárgult. Kép is, meg hang is jó nálam, ha? Akkor csak nálam van valami hiba. Köszönöm, Strejko. Egyszerűen. Ja, és telóval viszont. Ha telón nézem a streamet, akkor meg jó. Telón van például jó. Egyszerűen nem értem. Tálom meg tökéletes. Ha, hihetetlen. Thank you.
Mit fédett? Hát ez van már megint. Nem, mert több gólt nem fog lenni az ellenfelem. Company. A befejezéseket kéne gyakorolnom, srácom. Nem mennek a befejezések néha. Ez van a kapusa, ha, jó kapusod van. Legalább a kép tökéletes, most néztem meg a telefonomon. Annak azért örülök. Meg a hang is. Van Dijk? Nem tud lőni Van Dijk. Kár volt ide jönni a Van Dijknak. Miért jött előre? Nem is hívtam. Hihetetlen ez a játék néha. Itt produkál nekünk sajnos. És nem volt les. Megint egy jó kis szám. Volt már ez a szám, de nem baj, szeretem. Amit így szeretitek, ez jó kis zenét. Gyerünk Rashford, nem fut. Nem, a második fél időben azért megfordítom a meccset. Na végre! 1-1. A Bojánk kiegyenlített végre a 87. percben. Heten itt vagyunk, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai streamen. Csácsú, mint csács, csokolád és csőtiszta. Szevasztok srácok, szép jó estét kívánok mindenkinek. Csapassuk a FIFA-t, mint az őrület. Lukász. Így, de jó lett volna az a hosszúra, de nem tekertük eléggé jó meg azt a labdát. Lukász. Otamendi. És úgy látom már az a egyenlítő gól egy kicsit lelkileg már meg is tölte a csapatot. Már uralom a meccset, remélem a második félidőben le is hozom. Egy gólt kell lőni legalább. 12 és 3 a kapulevélések aránya. Úgy látom, hogy igencsak uralom. Jönnek a szuper szabok, Grimaldo, valamint Petit. Lukasz besárgult, Pepe, felhozom Pepét is, hát ha. T
tetszik a stream, feljétek a lájkomot, aki megtette meg, a feliratkozás gombot is fejelje meg. Szöglet. Fandik, fejes, Ederson. Á, megint véte. De, Hazard visszafejeli labdát. Petit. Sajnos elég lagymatog lövés volt. Petit. Tudom, mi a helyes neve. Hát ez... Milyen kalapda? Grimaldo valami. Kovácsics kéri. Már sok volt egy kicsit. Jamie Vardy. Az hosszú lesz, barátom, ez kirúgás. Kirúgás. Schmeichel a labdával. Schmeichel. Micsoda cselek. Hazard kapja. Hopp, egy kis pöci. Petit. Aubameyang. Óriási távolos volt, óriási védése. Ederson gyönyörűen védte Aubameyang kapásra vését pedig. Tökéletesen helyezett labda volt. Ederson a kis smiley tetkójával nyakán. Pepe, offside. Na. Nem mondod, hoppá. Húzz, keresztbe rúgtuk azt a védőt. De hát labdára ment, úgyhogy. Már megint is élünk. Delay van. Fölgyorsul a játék, utána vissza lelassul, sajnos. De nem bírom ezt a játékot, mikor ilyen. Na, lássuk, mit tud Pepe. Nagyon gyors játékosom van. Csak passzolni nem tud. Hát, hogy nem így kellett volna. Hova jön a kapussal? Ezt rá kellett volna nyomni. Ki jött a kapussal? Meg is lepődtem azért. Na, gyere ki még egyszer a kapussal. Szóval de ennyire kijönni a kapussal, majd könnyen gólt lehet kapni. Volt lesz? De, már szélesen volt. Csere! Hallgassunk valami mást, nem? Rég volt. Például. Tiesto! Na. Dragon Half-Life. Na. 7 órája töltött. Hoppá. Tiesto és Jacko. Tiesto és Jacko legújabb mixa. Thank you.
Oldjuk már meg ezt a védelmi hibát, úgy is van. Oly, de jó lett volna az a passz átmegy. Piggy Killer, az a duma. Az a név, ami van neki a csávónak. Gyönyörű passz. Hogy lehet ilyen passz nyomni? Egy-egy. Azaz Rashford, gyerünk! Nagyon szélén vagyok, Aubameyangnak. Company. Walker Company. Szia Ákos. SHS. RIP moderátorom. Még nem is voltál te Modi Ákos. Moderátor voltál? Mikor voltál itt? Ákos, te moderátorom voltál tényleg? Ákos Hun. Hát de mikor voltál itt, barátom? Egyszer éve nem voltál itt. Hát valószínűleg azért vettem el Ákos. Sorry, ha elvettem, hát. De nem is jössz a streamekre, Ákos. Ne haragudjál. Hallod? Tudom, hát akkor most... Rocket, szevasz Rocket, téged is üdvözlök a mai streamen. Na nem jössz a streamekre, akkor most figyelj, srác. Akkor miért? Nem zargatlak. Oké, nem, jól van. Nem zargat. Mit itt tart? Reggel 5-ig. Hát, jó sokáig, egy 2 órát biztos, másfél órát streamelek. Na, nem tudtunk dűlőre jutni, jön a 2x15 perc hosszabbítás. Úgyhogy, nem sokat késtél, így igaz. 15 vagyunk, szasztok srácok, üdvözlök mindenkit, a mai estén szasztok, pacsi mindenkinek. Emlékszem, amikor 120-os súgod volt. Hát ez nagyon régen volt már. Hála a jó Istennek, hogy ilyen jól alakult. Nagyon örülök neki, köszönöm Istennek, hogy ilyen jól alakult az életem, hogy ennyi subom van, már 1000 felett vagyunk, közel az 1030-hoz. Üdvözlöm az új nézőket, aki még nem tette meg, csapjon egy lájkot vagy a diszlájkot, plusz egy feliratkozást. Köszönöm szépen az első diszlájkot, már meg is kaptam. Gondolom Ákostól kaptam, köszönöm szépen Ákos, hogy ennyire nem tetszik a stream. Ide jön, bedislike-ol és el is megy. Vagy remélem, hogy nem te voltál azért. Na mindegy, csapassuk tovább a FIFA-t.
köszönöm szépen akkor, ha a lájkot nyomtad. És itt vagyok, oké. Oké. A többiek már is mentek, köszönöm szépen a lájkot és a diszlájkot, köszönöm egyaránt. De aki diszlájkul, Molnár Dani, szavaz Dani, szavaz Dani bácsi, mi van Dani bácsi, Apex legendes mesterem. Hogy megy ez Apex? Apex, Apex legend, legendary. Megvolt. Igen, megvolt. Ne tereld el a figyelmemet. Jó, ha nem gyanúsítok senki, tákos. Nem szóltam, nem mondtam semmit. Vedd úgy, megvolt a hardcore. De ez csak egy poén volt, ember. Gondolta a földobó napotokat egy kicsit. Eddig bírtuk, itt a harmadik, az igen, öcsém. Lesz-e neked föltolni a... Nem szólt hátkorra föl, vissza kell nyomni. Egyből kaptam kettőt. Come on! Öcsém, ezt a paszt. Mi van? Jó, ne poénkodj vele, a moderátor jelentett nekem. Depizik. Mi van? Ez nem az élet, a moderátorkodás szerintem. Annál sokkal fontosabb dolgok az életben. De jó, kort kéne rúgni. Micsoda lövés! Két kapura lövés. Lószi legalább díjaz a poénjaimat. Királyság. Három egyre vezet Tony Klub ellenem. A 105. perc következik. Második 15 perc hosszabbítás. Két gólt kéne rúgnom. Aj, nem jött. Nem jött be ez a megkerülés csá. Legjobb zenéket hallgatjátok tőlem, mint minden este. Ajjajjajj, Abu Amayang. Walker, gyere. Nem jön Walker. Vissza kéne futni. Csemi Váni! Van B-je, most látom, elég B. Az igen, micsoda ütközés van.
Fú, az a Peti gyerekek. Hát, hogy... Rúgjuk már be azt a gólt, 3-2. Na. Mi ez? Bonomónia, szavasz! Üdvözöllek téged is a mai streamen! A Symphony of You. Pörgessük fel a hangulatot! Marcia, Schmeichel. Pepe, gyerünk! Gyerünk! Ajj, de jó lett volna már megint ezt a paszt elérni. Csak egyet kéne beverni. Hogy belőni egy gólt. De hát... Lefújja 4-3-nál. Azt mondja, ki ez? Mi van? Ja. Ja, igen. Azt mondtam, hogy ki ez. 3-2. Vesztés már megint. Pedig 25-ször lőttem kapura egyszer, nem hiszem el. Persze, hogy azt mondom, hogy ki ez. 10 meccsből legalább egyet meg kéne nyerni. Az első 10 meccsből. Szóval még van 6 meccsem. Ha kaptunk valami rewardot. Új vagyok az élőadás körében, ezért nem ismersz. Hát akkor üdvözöllek téged. Mint új. Esetleg megfejelnéd a like gombot és a feliratkozás gombot, annak örülnék. És hogy tetszik a stream? Moderátorok, osszátok a streamet! Kedves moderátorom, Molnár Dani, Lószi, hasonló dolgok. Na! Az ellenfelünk egy olasz ligás. Na ingolál meg finomságok. Mandzukic, jól láttam. 4-4-2-es felállás. A Kompany miért jött előre? Köszönöm szépen megosztást, Strike-u. Pacsi Strike-o Popes. Érjük el 1030 feliratkozót. 1030 feliratkozó legyen meg, az jó lenne. Annak azért örülnék.
Handanovic ütvéde. Van baj, még egy szögve. Megint a rövidre. Ma lesz bajnokok ligája? Ó, akkor azt kell kapcsolnom. Ja, sorsolás lesz. Ja igen, ma lesz sor... Mit gondolom? Sorsolásokról? Ó, nem néztem sajnos. Nem néztem ki kivel, majd megnézem majd. Kit kapott? Bassza, kit kapott? Jó van, oké, oké, Rossi, jó, jó. Jó, nem olvastam el. Mit írt? Mellé, jó. Vársz, hogy mit ed? Azta! Az komoly lesz. Porto, Ajax, Juventus. Látom, látom. Köszi, köszi, köszi. És miért léptem át? Manchester, Barca. Tottenham az győz, az egyértelmű. Ez most megint nagyon jó lett a Tottenham. Manchester, Barca, hát ott nem tudom. Liverpool, Porto, hát Liverpool rám nem győz. Juventus, kit kapott? Ajaxot. Hát ott a Juventus győz szerintem. Micsoda meccs, micsoda passz volt ez. De sajnos nem ment át. Nem alakult góllá. Fandik, Walker, Kovacic, Anatovic. Máig olyan nem tudok túlmenni. Douglas Costa. Anatovic jön vissza védelembe, Kompany hazadja, gyönyörű. Schmeichel, Vanahov. Kapja Anatovic, Kovacic. Ajax az most nagyon jó. Igen, nagyon jó lett az Ajax, fiatal játék. Sok a fiatal játékos, így igaz, azért bírják tartani, mondtam. Mi ez? Jó, közben. Igen, lehet, hogy kiüti. Hoz, még megvan. Meg gyönyörű passz volt Rashfordnak, sajnos. Reálra is azt mondták, hogy kiüti az Ajaxot. Ha. Ja igen, az érdekel a meccs. És kiütötte az Ajax a Reált. Az komoly volt. Majd most jön Zinán, aztán majd rendet tesz szerintem.
Igen, Ronaldo elment. Majd jön Mbappé. Mbappé Ronaldo helyére, és akkor... Ott van! Micsoda bombagó! Wow! Egy csapat nem egy játékosra épül, de... De sajnos igen. Anatovics, 10-en itt vagyunk. Szasztok srácok, szép jó estét kívánok mindenkinek. De néha sajnos egy játékosra épül, pedig csapatjáték, igen. 11-en vagyunk. Wow, yes! Hogy épülne már? Jó, csak poén volt. Ha megvan az átés, srácok. Ó. Egy-egy, szép volt, mondjuk majd. Igen, nem, szerintem Zidane biztos, hogy fog valamit csinálni a Reálra. Szerintem nagy változás lesz a Reálba. Fogták magukat, azt hazamentek a meccsről az emberek, vágod? Most Petitet behagyom, lehagyom a padon. Ajax Real, arról beszélek. Ibra Kabata Cabra. Gyönyörű passz. Sajnos lesz. Ki a kedvencem? Messi. Há, Lionel Messi. Én Messit szeretem. Messi bácsit nagyon bírom. Őszintén megmondom, Ibra fejes szépen. Van egyáltalán olyan van? Ibra Kadabra. Zlatan Ibra. A különleges góljaival, berepülő fejes. Micsodát fejet Ibra, gyönyörű volt. 2-1 sajnos. Handanovic mit fogott? Amúgy miért ne lenne a kedvenc játékosom? Hogy köszi, hogy kiírtátok a sorsolást. Kiírta, köszi, hogy mik a párosítások. Pacsi neked. Ott van! Hú, micsoda parádés gól! Azt a gól, gyerekek! Ezt nevezik FIFA-nak. Azt a pörgetést. Wow! Yes! 2-2. Ó, Hazard, mit csinálsz? Hazard bácsi. Szabadrugás.
Kielinnek és egy sárga Kielinnek. Nem, Bonucci volt, nem Kielin, bocsánat. Azt hittem Kielinig. Bonucci. És a speciális szabadrugásom. Ez nagyon be van gyakorolva. 3-2. Aubameyang megszerezte a harmadik gólunkat. Föl a pipába, kapásból. Lepassz. Hát majdnem a pipába. Vétetetlen. 10-ből olyan 8-szor beszokott csönni. Ez kiment. Lépjél ki, barátom, szerintem jobban jársz, és akkor meg lesz az első win. Na megint Armin van, Brünn nem megy. Mi legyen? Tötötért harcod. Na milyen barátom, dobd már be ezt a labdát, hogy valami történjen már. Jó, hogy fozott cserét. Hát, ha vissza tudja hozni a meccset. Nem láttam a Bén Szervusz Bernát, nem láttam a sorsolást. Csak most láttam, hogy írták, hogy mi van. Most tudom, hogy mi van. Most írták a chat falra, nem láttam a sorsolást. Hát én is streameltem, én nem láttam a sorsolást, mert szórakoztatom a nézőimet. Fifázok nagyba. Még egy szabadugás. Jó, jó. Már figyelt a csávó. Kompani mentett. Nem láttam, hát én szórakoztatom a srácokat. Fifázgatok neki. Megpróbál a parádés gólokat lőni. A Weekend League-be. A 71. perc, ki kéne húzni már ezt. Kapus, gyere, gyere, úgy is van. Walker kapja. Lukasz kapja. Ez Walker-é. Barátom. Szerintem ez... megint egy hajszálon múlt. Aubameyang kapás lövése. Marci HD. Szia Marcikám, üdvözöllek a mai streamen. Marci, te vagy az a fifás, ugye? Ja, 2687 feliratkozó, az igen. Nos, Szava, Mizu, hát eddig. Te vagy Csabinak a haverja, Abyss Game-nek, ugye? Semmi. Semmi különös. Sajnos
eddig nem indul jól a Weekend League. Eddig csak vesztettem még. De megpróbálom. Silver egyet azért elérni. Ennyire csesz fel a játék, hát vannak benne dolgok. A stream elején voltak érdekes gólok, amit a gólvonalról, hogy mondjam, kiütötte a kapus a labdát, és szóval, és mi volt? Hájá. Például majdnem minden lövést kivéd ez a Handanovic. Olyan lehetetlen. Szóval elég érdekes volt. Az a gól. Pont odaütötte a másik játékos elé. Most hát az ellenfél elé a labdát. Szóval. Ezt is. Hát hogy fogja meg ezt a Hazard lövést? Védhetetlen. Nekem is, neked is rosszul indult. Ismerős azt mondja. Ezt is hogy védte ki? Hát, repülőrugás. Ilyen nincs, hát életben ilyet nem védsz ki. Vége. Szevasz Márk, pacsi neked is! Üdvözöllek mindenkit! Szevasz Márk! Na, látod? Erről beszélek. Hát milyen lövések van? Na, 3-2, megvan az első győzelmem. Végre. Lássuk a gólokat, jó? 44. perc, Arnautović. Föl a pipába, 1-0. Lássuk a másik gólt, az szép volt, itt teljesen bejátszotta a Jovinkónak. Gyönyörűen rakta. Ibra fejes gól, ez gyönyörű volt az ellenfélt, ezt be kell valljam. Tetszett nekem is. Csúsztatott fejest. Gyönyörű volt, ez Zlatan Ibrahimovics gólja, de... Nem volt elég az üdvösséghez. Megelőzte Fandíket és ott fejelt. Mert rásfordott fel, 6. perc. Gyönyörű kapás. Lövés. Ezt a gólt elemezzük ki. Hétfinint, na az jó. Ez az a speciális lövés, amit én nagyon sokat gyakoroltam, kapáslövést. Ezt nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ilyen jól tudjátok kivitelezni. Pont akkor lőni a labdát, hogy ne tudjon rá válaszolni az ellenfél. Nagyon sokszor mentett már meg ez a lövés. Marci HD. Abumelyek, 64. perc, speciális szabadrugás gól. 3-2. Másik kedvenc kapáslövésem. Most hát ugyanaz szinte. Szép voltám, na tetszett. Na, Marci HD. Megvan az első vinem. Azt akarom neked mondani. Egy tip keres, egy csillag a skill move, és annak a jelentkezés, és próbál láptól függően különböző irányítőt eltonáldozni, vagy rulettezni. Jó. Nagyon tetszett. Oké. Okay. Na. Figyelj, Bonoel lehet ismét egyébként, de nem kell.
megölni azt, hogy jaj, mindenki ismeri. Jó van, na. Nem. Tényleg a OP nagyon. És az én csapatomról beszéltek. Jézus, milyen ez a team OP, nagyon tetszik. Hát eléggé össze van pattintva. Ja. Hát igen. Mikor szeretném a kompányt lecserélni onnan? Soha. Miről beszélsz? A Walkert kell még letenni Mandyre, de hát... Na. Olyan lomha. Lomha, hát nem baj az, ha lompa, Walker befut, és akkor általában szokott neki segíteni, úgyhogy. Erre a kettes technikára a kapus szinte sose tud reagálni. 9-szer bemegy a lövés, ja? Igen, szóval szinte nem mint a Barézi. Hát körülbelül. Utolérez mindenkit. Hűha! Egy nó. Ez gyors volt. Jó, hogy beleért a lövésbe, nem baj. Első percben gólt szerezni, azért az... Kornász sajnos. Figyelem, gól volt. 1-0. Alaba. Izé van, Bundesliga, nem is néztem a keretét, hogy milyen keretem. De mi? Ah, jaj. Rüdiger. Javi Martínez. Marci Hádi. Mit akartam neked mondani, hogy... Royce. Béna. Itt vagy még, ugye? Moderátor szeretnél lenni? Jönnél streamjaimre? Marcikám. Marci. Na, Modi. Nem érsz, aha. Na! Így micsoda! Egy kapuzás van itt. Thank you.
Hajj, micsoda. Noár, mit védett pedig. Kapáslövés. Éhes vagyok. Éhes vagyok, gyerekek. Mi azt mondjam, hogy jobban nézem, mint a többieket. Egyébként én mit az... Ugyanaz a modell? Mi van? Ez a delej. Delej, kikavlít, delej, delej. Kikovlics az kezdésnél van. Mindjárt. Mi egy fater? Mi van? Jaha! Öcsém ez a gól. Banó, honnan sosem néztem. Hát akkor Marcikám üdözöllek a klubba. Nem cserélünk még. Hát szadjuk ezt a gólt. Vér, azt mondja, vérem. Vérem, hallod? Oké. Szívesen. Szívesen, Marci. Kész vagyok. Vérem, hallod? Vérem. Mi fifások, tesók vagyunk, mi? Igaz, nem nagyon lehet megélni belőle, de a fifázásból csak akit fölsztárolna. A gameplay streameket valahogy nem szeretik a... Mondjuk ez igaz. Mondjuk ez igaz. Ott van Gamio, Molnár Gabó és a többiek. Mondjuk ez igaz? Magyar fifások azt mondják a legjobban. Jovics. De miért van ez, hogy milyen jók vagyunk? Mi? Ennyire érzékünk van. Románok, jó. Ja, igen. Megy a rivalizálás. Igen, nekem is volt, hogy volt román ellenfele. Kis trónok harca. Közben. Jó, az a mix, nagyon. Hontofuga. Szevasztofuga! Miért lenne Fortnite? Nem? Miért legyen Fortnite? És te csak azért iratkoztál föl, mert Fortnite stream volt.
Csak egy kis nosztalgia, ja? Jó. Aubameyang még elrúgja a labdát, lemegy a nap, halljátok. Nem jó az a sarkadás? Na. Kéne valami rákcsa. Ha jönnek a szuperszabok, közben kicsit felfrissítem a csapatot, muszáj. Pepe is itt a szélen egy kicsit, hát ha visszahozom a meccset. Öt néző jelen pillanatban, szávasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai streamen. Ne menjetek már, miért mentek el a streamemről? Mindjárt sírok. Most komolyan. Na, gyerünk, gyerünk, Hazard bácsi, úgy van. Indíts a dábut. Ribari. Simon lesz visszahozni, azt mondod? Marcikám, te szoktad használni az ultra atakot? Amúgy. Főleg így, elvesztem a labdát. Yes, ja. Néha, néha kell, ja. Ezt úgy nem írom, mikor ki akarom rúgni a labdát, és mindig ide jönnek a játékosok. Miért kell? Miért kell? Hát legalább azt a lehetőséget megadni, hogy ember elkezdi ezt a labdát játékba hozni. Gyűlölöm. Mindig ott lövök be, hát én is azon vagyok. Ezt is hogy fogja Noel? Egyszer. Jó. Azaz. Pepe. Good challenge. Együk meg Bella Rabbit. Ott vagytok rajta hárman, barátaim. Mi az? Azért megy oda, hogy megindítsa a letámadást. Közben kaptunk egy gól. Az komoly. Bella Rabbit fejes volt, ez szép volt legalább. Aubameyang. Szerintetek tényleg lomha a védelme? Vagy miért jön át így a két védő között? Már nem kaptam még egyet egyszer. És mindent megfog Noel, persze. Lehet, hogy néha túlságosan rámegyek a ellenfélre, az a baj. Túl agresszív a védelem. Pedig a passzok is pontosan passzol. De mi azért jó a fandéknek a szerelése. Na igen, ezeket a...
ezeket a támadásokat góllal kéne befejezni, és akkor tök jó lenne. Nem rúgnám mellé a labdát ennyivel. Egy kompán is. Mit véd Noel? Hát szerintem fog már nézébe. Nem tud lőni. Hát érdekes volt az a lövés, ugye? Az előbbi az jó volt, de az előtte lévő az... de jó lett volna, az bemegy. Most láttam, hogy pont a kapus kezébe tekert a labdát. Szép passz. Ribéry, ez hosszú, barátom. Hát akkor lehet, hogy Pepét nem fogjuk használni. Super szabnak, se semmi, ne? Gamer Thomas Fon. Szerbusz. Szerbusz Fon. Üdvözöllek a streamen. Ciao. Tényleg fan vagy? Vagy csak troll vagy? Jöttél trollkodni? Négy egyre vezet a lána fécé. Perfect time finish, az lapos tövéssel lemegy, aha. Oké, Marci, olvasom a tanácsaidat. És nem megy át a passz, Rüdiger megfogta a labdát. Miért bepasszoltam vissza? Papi, én elég régóta kb. FIFA 17 óta Mártás mitekültem. Na, innen lehet, ha véget, akkor besegítetek neked, én kb. Gólt 3-2 szoktam menni VLM. Hát, papikám, nem tudom ki vagy. De úgy nem adnám oda neked az akkontomat, se kódot, semmit, hogy... Nem kell azért lejátszani. Az úgy nem... Nem nyerő, hallott, hogy... Te éled el helyettem. Ez úgy jó, ha én érem el. Gold 1-2-3-ot. Én saját magamat adom, nem másokkal csináltatom meg a Markmer csapot, az SBC-t, akármit. Na. Vége, 8-4-2 a 93. percben. Engedett egy petit gól. Hát már úgy is győzött. Nem baj. Én azt mondom, hogy... Tudom, más youtuberek kiadják... másoknak, hogy mások játsszák le helyettük, de szerintem az úgy nem nyerő.
Nem? Igen, játszunk. Na, akkor játszunk a Friendlemet. Játsz, tessék, játszunk most. Gyere, gyere. Ki vagy? Gyere, ki vagy te? Mindjárt beírja, hogy reká vagyok. Gyere, játszunk egy barátságos mérkőzést. Ki vagy te? Holnap, ha lehet. Oké, holnap játszunk. Nem, nincs otthon. Jó van. Oké. Én 8, én 2 meccset szoktam letolni vele, és akkor utána. Jó van. Otthon leszek. 4 órakor. Jó van. Még egy meccset szerintem kibírunk csapattal. Kicsit már zenékén. 84-es. Kik vannak a tanálapa? Talán tudunk valamit csinálni. Na, most nem tolok zenét. Szép hangomat halljátok. Ó, hosszan vettem át a labdát, pedig ez jó lett volna. Biztos te voltál, nem? Nem tudom, ki diszlájkolt, fogalmas. Werner. Biztos Werner diszlájkolt, nem? Akik nem bírják az arcomat. Általában azok diszlájkolnak. Föl van a kapusod. Nem szeretik a FIFA live-ot. Nem szeretnek. Live-ot nézi, gameplayt, FIFA gameplayt. Hát normális kritika nincsen általában. Abumayang. Én nála maradt a labda, és mi van? Miért kell visszafújni? Hát ott maradt még az a labdácska. Éljen a delay, kick-off glitch, meg a delay, meg a... Elszabadultak a 8-11 éves gyerekek. Miért te hány éves vagy? Fan. YouTube-en. YouTube-on. Kiderült, te is annyi vagy, mi?
2004-es vagyok. 15. Jaj, de jó, ez most már kell a bácsi. Sok a védő. Csak 4 darab. Ez van a hafé, úgy is van. Sok volt, nem volt sok, mert legalább rá tudtam lőni. Sancho Panza. Sancho Panza. Mely mesébe volt a Sancho Panza? Nem mesébe volt, hát Zorro árat, abba volt, Zorroba, Sancho Panza. Nem abba volt. Az az, Abu Mayang, bácsi. Próbálkozunk. Tah, megállított már megint. Barsz után van kedvenc csapatod. Liverpool talán. De miért nem jött a labdáé? Rés van a pajzsba. Ó, oh, jó. Van Dijk, Werner. Ha Barca után van, akkor már nem kedves. Ja. És azt is leírja, hogy mikor született első 15-én. 2004 első 15-én. Igen, szerettem a Liverpoolt is. Az gyönyörű volt. De nél. Bocsi, ezt egy kicsit elrontottuk. Erre fog játszani, ki fogom ugrasztani Ashfordot. Kihasználom a robbanékonyságát. Ugye már? Most megpróbálok arra játszani, hogy ej, ez csúnya volt, barátom. És visszafújja, persze. Szép labda, hát igen. Csak nem. Nem. Egyszer befejezés az néha nem. Lass. Szedd össze meg a Nánatovics bácsi. Rég voltam itt felvételi miatt, jó. FIFA 15-tel szoktál még játszani, nagyon régen játszottam a FIFA 15-tel. Megnézlek már, hogy ki vagy te, Gamer Thomas fan.
Semmi nem látható, az igen. Felvételiztés. Hol a felvételiztés? Fölvettek legalább. Na. Hát nem tudom, hogy érdemesen most gyorsítok. Így. Na, és mi leszel, ha nagy leszel? Mi a szakmár lesz, vagy érettségű, vagy mi ez? Szakmásított iskola. Miért nyílik ki annyira a védelem? Jó. Gimibe? Jó. Vágom. Gimnazista lesz. Ez érettségi, és akkor utána. Igen, az alap műveltség kell. Szakgimi az legjobb amúgy. Szerintem a szakgimi az sokkal jobb, mint a sima gimnázium. Mert plusz kapsz egy szakmát is. Mit elmegyünk péknek, vagy akár cukrásznak, vagy akárminek. És még ezt sem tudtak kihasználni. Hú, de rossz helyre adtam. Gólpaszt adtam neki. Jaj, te jelentkeztél szakki, mivel Marci most látom. Az jó. Programozom, hát jó. Sancho Panzáma megint. Be kéne verni! Oj! Micsoda! Kapufa volt, jój! Wow! Nem mellénk át a szerencse. Timo Werner. Oh. Sportol amúgy. Sport. Sport az mindig is jó. Sport az jó dolog. Egy nullra vezet az ellenfél. Elsportoló leszel, mi? Vicceltem csak. Timo Wernert hogy kiugratta? És most itt a védelem lagymatag. Jó. 65. perc, 1-0-ra vezet az ellenfél, hát most föl kell tennem mindent egy lapra sajnos. Tolisso fejelt, de beleértem, ez is. Gyerünk, 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 támadjunk szerre. Ah, de rossz helyre ment az a passz. Esporttal. Hogy poénból mondtam. Azt mondják, a sport nincsen korhoz kötve, mondjuk. Ez bármikor el lehet kezdeni. Ha.
Timo Werner 2-0. Egyszer ijetetlen. Ahogy fan, azt akarom neked mondani, hogy ha régóta követsz. Miért csak most írogatsz? Nagyon ritkán szoktál jönni. Magában egy köszönés azért jó lesne. Őszintén megmondom. Ott van a Hernández, fejes gól, 2-1. Hú, micsoda fejes gól. A rövidre, ugye? Chicharito. Kis törpe. Érdekesek ezek a gólok a rövidre. Chicharitóval sok fejes gólom volt már. Bement volna, akkor győzt, akkor döntetlen lett volna, de már megint kikaptam. Hihetette. Nakata hol? Hó! Akkor te tudod, akkor valamennyire tényleg nyomon követsz. Nakata bement, belement a Seedorf Icon SBC-be. Ezt a fejes gólt azért visszanézem. Nekem tetszett azért. Hazard pörgette be a labdát. És mindenkinél magasabbra ugrik. Szépen bebólintotta azért. Ha, hihetetlen. Seedorfhoz menni kell. Már csak a 87-es és a 88-os rating kell, azt hiszem. De mindjárt megnézem. Mert 85-ös megvan, 86-os, vagy 86, 87, 88, az a három kell még. Mindjárt megnézem. Seedorf.
Igen, már csak 3 kell. 86, 87 és a 88-as rating SBC-kkel, úgyhogy Grimaldot, nem hiszem, nekem Grimaldo, nagyon szeretem Grimaldot. Nem tudom még, hogy kit fogok ide belerakni. Attól függ, hogy hogy végzek a Weekend League-ben, miket nyitogatok, és akkor abból próbálom meg. Abból csináltam meg most a 85-öst, az előző hetiből sikerült azt megcsinálnom, úgyhogy így megyek. Így megyek, így. 86, 87 és 88, így megyek szépen minden héten legalább egyet megpróbálok megcsinálni. És akkor így valamennyire sikerül is. Már 85-ös kész. Hát remélem belenyitok valami jóba, és akkor remélem meg lesz a Silver 1. Bízom benne azért. És így megyek hétről hétre. Én most a 94 Mateuszra. Ki vagy te, öreg? Te biztos, hogy te ismersz engem. Te biztos, hogy fifáztunk már egyet. Ki vagy? Mondd már meg, hogy ki vagy. Tudja, hogy ismersz engem. Bejössz ezzel a kamu akkonttal. Ki vagy, öreg? Ki vagy fan? Írd le a nevedet, légy szíves. Tudja, hogy ismersz engem. Vagy Józsi vagy, vagy Hasziki vagy, vagy valamelyik haverom. Kivel szoktam fifázni. Mi van, kis csajom? Nem, kicsim, téged imádlak, kis csajom. Mateuszra, igen, az is jó. Kettő, két perc és vissza. Jó van, öreg. Gyere. Jó, megint hogy ki vagy. Tudtad, hogy ismersz, és lássuk a következő ellenfelet. Ho-ho. Elég jó kis 4-4-2-es Neymar bácsi, hű-hű, Thiago Silva, Buffon. Van mindenféle finomság a csapatában. Lássuk a meccset. 12 like, 1 dislike, köszönöm szépen a lájkokat, srácok. Hajrá! Le kell nyomni. Ilyen tímeket kell lenyomni. Remélem gyors támadásra fogok valamit rajta fogni. Ajajaj, ki ez? Falcao. Ó, lemerül a joystickon. Gondolom nem érdekel senkit. Ijetettem pedig, milyen csáv volt, gyerekek. Az a megfordulós csáv. Ho! Azt se tudta, hol a labda. Mbappé, Belemappé, Van a Hof, passáv lefogva. Ezt úgy kell, hogy az X-et lenyomjátok közben. Passzolni akarja befele a labdát, és akkor... Megint kapufa. Két óriási kapufa, két perc alatt. Öreg, ezt elrontottad ezt a paszt. Megészségedre a barátod, de hogy...
Azt állva melyek bombát, megvan az első gól. 1-0. Yeah, yeah, yeah. Azért már nem tudsz menni, most fázni, oké. Okay. Aubameyang bomba góljával megszereztük a vezetést a 17. percben. Négyen itt vagyunk. Milyen tekert lövés volt? Ott a jövő Bappé nyitásod is ott volt. Ha jó, hát igen. Én átlövés volt az. Ket tudsz te informként? Na, akkor te nagyon követsz engem. Eddig úgy néz ki, elég jó uralom a meccset amúgy. Rendre ülnek a támadásaim az ellenfélen, úgyhogy... Taliszka. Látja, csak most ebben az évben nem értem rá. De írd már meg, hogy ki vagy te öreg. Tudod, hogy ismersz, és régóta nézem. Talicska, hát igen, ja. Hallod, fan? Írd már rá a nevedet, hogy ki vagy. PS, négyen barátlistám. Fönn vagyunk. Barátom vagy? Nem ismersz, nem ismersz. Nem ismerlek. Akkor nem ismerlek. Dominik. Falcao offside volt. Lószi. Fake mother. Hú,
Mekkora bomba volt már megint, gyereke. 2-0. Te jó ég. Buffon ez lesett, mint halaszacsorba. 2-0. Végre. Óriási keresztpassz volt. Ki volt itt? Valaki itt volt, hogy micsoda ez egy team az ellenfelem. Hát látod, ilyen ellenfeleket kell legyőzni, és akkor azt mondom, hogy tényleg, Dominik, ha ennyire bírod az arcon, akkor... Na. Annak örülök azért. Na, mi van? Felébredt az ellenfél. Fake gamer to what fuck. Nem baj, hogy... De valami más, hogy mit tudom én, ne ez legyen, hanem... Nem baj, hogy bele van írva, hogy Gamer Thomas, csak... Mit tudom, Dominik Gamer Thomas van. Tulajdonképpen így is írhatnád, de Dominik. Nem? Ennyire bírod az... Igen, nem kell hozzá diploma. Ja. Meg nem végig nagy betűvel, első, elég csak az első. Amúgy majd megkereslek, mit írta? Jakab Márk és egy alma a képünk. Meg foglak keresni, Márk. Barátlistában itt van. Vége ennek a meccsnek, akkor küldök egy barát felkérést, oké? Na. Öjj! És inkább kirúgtam, látod, milyen rendes vagyok. Meglepődtem, hogy ott adott a lábam elé a labdát. Buffon bácsi. Azt se értem. Ah, 2-2, nem baj. Eddig nem mutatott se valami. Nagy meccset a ellenfele, most meg fölébredt. És hol van a védelem? De komolyan, nem hiszem el. De itt ilyen így. Kíváncsi vagyok, hogy ki vagy. Nagyon kíváncsi vagyok. László Mártin, ezt felhozom.
délután. Hozom a spanokat föl. És meg kell, gyere, gyere. Jó van, kirúgás. Nem, szög lett. Meg nagyon uraltam a meccset. Első fél időben, a második fél időben főhozt a srác. Ez a Weekend League, ahol minden megesik sajnos. Petit ilyen béna. Hó. Nem jó ez a Nelson Martinez. Egy mozdulat kell, egy pici mozdulat elég, hogy labdát elveszítsük. Szerbusz, fan, jó éjszakát neked is. Jól látom, azt írod, ugye? Neked is jó ég. Szépen fölvart a sarokba. De Petit mélői, lagymatoló. Jaj, ne rohangalj már labdával, rúg már ki. Istenem. 4-2, céljátok. Aszta! Hű, öregem. 92-es shottingem a fákon. Óriási bombát kaptam. Öt, kettő, hát sajnos ez megint csúfos vereség. Lesz. Az igen. Ez a hák is. Ilyen jó lett ez a... Olyan brutális kártyák ezek. Úgy látom. A védelem az... Semmit nem tudok. Bármit elő Falcao, gól. És mindent fölteszek egy lapra. Mi is lövünk jó messziről. És ilyenkor kell abbahagyni a FIFA-t, mikor egy csúfos feleség van, de legalább egy vinem van. Még van még 3 nap, és hát már csak 2. Péntek, szombat, vasárnap. Ilyenkor kell abbahagyni. Pénteken általában a legjobbak szoktak játszani.
azért sem megy annyira jól, legalább egyet megvertem. Annak azért örülök. Na, végre egy 7-3. Ez gyönyörű volt ez a gól. Petit, már a Petit is megmutatta, hogy mit tud. Kapásból, levegőben. A szemek közében. Hát ez biztos, hogy golf, ez 10 gól. Egy meccsen azért ez elég sok. Hét három. És van 5-3. Akkor hajrá! Hajrá, marckám! Át sok. 8-3. Kitámadtam teljesen. Ez a hák, ez nagyon brutális. Erik. Hello, Erik. Borsod e-sport alkohol akadémia. Erik, te magyar vagy? Kengengszer Aber. De hogy lett ilyen hülyeséged? Mit írtál be? Három, 11 gólt láthattatok a mérkőzésen. És a legszebb gól, Petit gólja. Ába melyen be középre. Ez tényleg káprázatos gól volt. Kapásból, levegőben. Ez egy Guyana. Igen? Oké, Lucy. Hát de, na most miért kell ilyet beírni? Hát nem is értem, na mindegy. Srácok, hát most. Mi keresek valami zenét? Ja, hogy ezt a zenét kéne letolnom, vagy nem tudom mit akar. Ja! Jakab Márk. Megkeressük Jakab már. Mindjárt pillanat folytatom, most egy kicsit kilépek. Elküldöm a barát felkérést a srácnak, ennek a Gamer Thomas fannak elvileg. Meg is keresem a profilját. Mindjárt jövök egy pillanat. Csak a mikrofon hang van műsorterjesztés alatt.
Jó. Ha már ilyen merész volt, hogy kiírta, hogy ki ő. Alma. Azt mondja, egy alma. Megvan. Tényleg. Na, itt vagyok közben, újból. Doktor Sarok, rendben, jó játszó, hol tartta meg így játszani? Szevasz Zsoltár, Mr. Zsoltár, üdvözöllek téged is a mai streamen. Hát, saját magamtól, figyelj, nagyon sokat fifázok, rengeteget gyakoroltam. Több év, míg ezt az ember sajátítja. Nem egy-két év. Köszi. Köszönöm szépen. Mr. Zsoltár. Legalább, hát 2014-es FIFA-val kezdtem, 5 éve játszom ezt a játékot. Ja, 5 év. 5 év gyakorlat, kőkemény. Éjjel-nappal. Hát nem éjjel-nappal, amikor az embernek van szabad ideje. Hobbi. Tulajdonképpen ez egy hobbi. Én 98-al kezdtem. Na. Hát akkor te is nagy fifás vagy. Azért te is tudsz játszani. Hát igen, itt a Weekend League-ben itt már csak profik vannak általában. Profi fifások. Csak profi fifások vannak benne. Itt már nagyon, nagyon profi az élmezőny. Itt már tényleg a legjobbak vannak. Szevasz Csabikám! Üdvözöllek téged is. Itt van egy új. Te is az vagy. Köszi. Itt van egy újabb e-sportos. Srác Csabikám, ő is egy nagy e-sportos. Lássuk a következő Bayern München logóval. Bundesligásán lefeled. De még van mit gyakorolnom. Én azért elitbe szeretnék bekerülni. A top 100 elit. Addig, ez a végső célom. A top 100 elitbe bekerüljek, és rengeteget játszom FIFA-t. Ez más nem. Tulajdonképpen engem most ez egy élet célom is, hogy annyira jó FIFA-s legyek, amennyire csak lehet. Szóval nincs les, de les volt. Hogy állok? Még csak egy winem van, Csabikám. Egy win. Még csak egy, sajnos. Elég erős ellenfelek vannak, úgyhogy pénteken, ugye vannak a legjobb, erősebbek. Tíz. Úgyhogy nem megy, nem. Hajszálokon múlik tulajdonképpen. Ciao, Marcika! És megint mit csinálsz? Barátom, rohangál a kapussal. Ennek mi értelme? Na!
még csak Silver 1-ig tudtam eljutni. Silver 1 volt eddig a legjobb eredményem. Igen, nagyobbat rúg a kapusa, rohangálsz a kapusa. Mik vannak? Ezt nem tudtam. Most már tudom. Szóval azért nekem van célom, az top 100-ba be szeretnék lenni az elitbe. Szeretnék olyan jó lenni, mint Molnár Gabó, meg Gabinho, meg ezek. Szóval. Szóval azért nekem van célom a FIFA-val. A hobbiból megélni, az a legjobb. Akkor van hová fejlődnem? Hát van hová fejlődnem. Az a baj, ahhoz nagyon glitches csapat kell ám. Én is Dr. Sorok Gold 1-ek vagyunk. Na. Hát gratulálok nektek. Ott ti is nagy fifások vagytok. Az jó. Gold 1 már, az már. Az már egy elég elismert rang. Most megint rohangál. Hát ez egy elég nagy matag kirúgás volt, még a félpályáig sem mente. Gyerekek, 2-0. Igen, ahhoz full icon csapat kell, de állítólag visszafogják, lesz egy olyan izé. Jó, most nem tudom, hogy mennyire igaz. IE Sport oldalán olvastam arról, hogy le fogják nerfelni a csapatokat, ne legyen annyi icon benne, meg ilyenek. Ott a harmadik. 3-0. Nem urod meg öreg, lépjél ki, megállítom hát, aki lép. Kis pihenő. 3-0-nál mondjuk nem nagyon szoktak kilépni az ellenfelek, de hát mondjuk van, aki kilép. Ígyunk meg arra is, iszok egyet. Ugye nem baj, hogy iszok egyet. Ígyunk hát, ha jobban megy a FIFA. Üdvözlöm a 9 nézőmet. Na, let's go baby. Nem akar kilépni. Na, negyediket is kapasz. Jó lenne bevésni oda a sarokba neki. Az sok volt. Ábu a bácsi, az gyors. Na. Elkezd cselezgetni ő is végre.
0-3-on. Dick még 0-3. Hát 0-3, igen. Baj. Az lesz volt, nem? Nem volt lesz. 0-1. Igen, baj. 3-1, Sunny. Érdekes volt ez a gól, mindegy. Megvan a becsület gólja a bácsinak. Így vagyok. Ne legyél így, azt hiszem a második vinem, ha sikerül. Ez sok volt, Abuba. A Párduc besárgó. Én Mirigy vagyok. Irigy, Mirigy, ja. Hát megy a szó, szójáték. Irigy meg egy Mirigy. Walker bácsi. James Rodriguez megette. Pót vacsorára. Lukaszt akartam indítani, de nem jött össze. És Michaeli, úgyis van. Nem szabad sokáig cipelni a labdát rásfordalma. Hakimi. Ez kimegy jó. Ashford bácsi, na, lássuk mit mutogatsz. Két gól. Nowhere azért elég jó véd. Az igen! Hű, Fandik! Ez a mentés, gyerekek. Pedig hullott, mint egy falevél. Nem volt benn. De kár pedig. Fél idő. 14 like, tök jó. Köszönöm srácok a like-okat. 6 néző. Így fél egykor, késő estén. Anatovicsot. Kicsit. Jönnek a cserék. Frissítés, na. Várdi. Kicsit visszhangzik a kommentátor. Hát bocsi, Erik. Hát egy kicsit lejjebb veszem a fülesbe a hangerőt, akkor lehet, hogy jobb lesz. Infovárdi. Hm.
Hogy de elesett. Ez az. Hamas Rodriguez. Ez kinek passzoltad, öreg? És nincs be senki középen. Nem áll. Toni Kroos, és pont oda pattan elé. 3-2. Ha. Ilyet ezt, nem? Szupergó, hát annyira nem volt szupergó, 6 méterre már én is belőttem volna. A flashback csicserító. Rúgtak. Miért rúgtak ki? Csak nem kontrázni akarsz. Kontrázni. Kontrára játszik a srác. Kis puskaport előttünk, a kapu előtt. Strong challenge. Offside. Na, négyen még itt vagyunk az egy fél egykor. Fandik. Oh. De jó, hogy ilyen jó közép hátvédjeim vannak. Azért örülök neki. Sajnos kirúgás. Megelőzés. Interception. Sajnos kapufa. Nem állt, ilyen nincs. 3-3. Ó, ezek a pocsázások. Ilyenkor nem értem a FIFA-t. Mind a két gólom ilyen pocsagól volt, amit kaptam. Jim Vardy-t nem jó szuperszámnak szerintem. Egy infokártya. 84-es. Hatan itt vagyunk. Ha, fölleugrál a néző is erre. Öten és hatan néznek. Holnap lehet, hogy nappal kéne dobni egy streamet, azt lehet, hogy jobb lenne. Akkor még jobban jönnének nézők. Fú, csoda lövés volt. Kovácsics. Bomba van, nem beakadt. De ott volt az, hogy majdne. Lukasz.
legnagyobb glitch, hát igen. Fandék, hát ez kegyetlen. Na végre, azt hittem már elmentetek. De ilyen nincs! Milyen gólok ezek? Bella Rabi, 4-3. Megelőzte Schmeichelt és elpecsiszte mellett egyszer ilyen 92-es ezért van. És hova passzol azt a labdát is? Hozzuk már vissza azt a meccset. Egy gólt kéne. Csak egyet. Úgy hajszál a múlt Grimaldo. Igen, van Fandi Company. Walker. Szépen átpörgette ide túloldat. Sikerül házádat indítanom. Sok. Ott lesz már. Kis kirúgja nekem. Rendes vagy. Eladom a labdát, nagyon jó. Na, még itt támadásra van idő, nincsen. Na, jó van, srácok. Megint kikaptam. A második fény nem akar összejönni 4-3-ra. Elég jó meccs volt az is. Sajnos a Hazard góllal 3 méteres bomba. Ez nagyon ott volt. Meg ez a Rashford gól. Ez is szép volt, ez a kiugratás azért. Azt hittem, hogy győzni fogok, tehát ez a Weekend League. Itt minden megesik, srácok, szóval. Nem szabad elbízni volt, pedig jobb a statisztikám is valamennyivel. Ilyen a meccs. Egy vinem van. Hát remélem azért szilver egy meg lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai streamen. Így egy órakor. Még egy meccsem van, még azt majd itt simában letolom. Na. Pacsi mindenkinek, köszönöm szépen a moderált a munkáját, köszönöm szépen a feliratkozásokat, köszönöm szépen a lájkokat, jó éjszakát, jó pénzt kívánok mindenkinek, szevasztok!